Köszöntöm a kedves nézőket a DTM Super League következő futamával, ami felvételről fogunk leadni. Én Gál Miklós, a kooperatőr társadalom Létai Attila. Olyan jó ezeket újra kimondani, nagyon régen ültem már itt a kommentátor állásban, de végre újra lehetőség nyílt erre. Szokásosan kezdeném a pontversennyel, de mielőtt a pontversennyel elkezdjük, azelőtt nézzünk is a rajtsorrendet, hogy ki hanyadik helyről fog rajtolni. Az első helyről Seedorf Van Daren, aki valami külföldi srác lehet, nem hallottam még róla. Utána Szabó György a második, Farkas Márton a harmadik, Jaksi Gyula a negyedik, Orbán Tamás 5, Kárász Rudolf 6, Cséplé Máté 7, László Falvirisi 8, Sefrán István 9, Kislevi 10, Sülyök Norbert 11, Bognár Kár 12, Tóth Péter 13, Romvári Bálint 14, és ennyien is vannak összesen. Elég ismerős nevek, ugye pár új, vagy csak számomra új ember leszámítva. És akkor mondanám is a pontversenyt, amit Sáfrány István vezet, aki a 9. helyről fog rajtolni. Természetesen megmaradtak azok, hogy pontverseny alapján jár a súlybüntetés, tehát Sáfrány István cibélye jó kis 40 kilóját. Orbán Tamás a második, mindösszesen 2 ponttal Sáfrány mögött lemaradva, Sáfránynak van 167, Orbánnak 165, de ez mit sem számítva, 10 kiló könnyebbségét jelent Orbán Tamásnak, 30 kilóval megy, Farkas Márton 3. 141-jel, Kárász Rudolf 4. 122-vel, Csépeli Máté 5. 117-tel, Sriak Norbert 6. 114-jel, 7. Kis Levente 107-tel, 8. Boró Krisztián 105-tel, Jaksi Gyula 9. 96-tal és Romvári Bálint a 10. 92 ponttal. Ugye Farkas Márton 20, Kárász Rudolf pedig 10 kilót kapott pluszba, Cséplő Máté már nem kap súlybüntetést. Ő az ötödik. És hát igen, elég sok minden változott, erről majd később mondok még többet. A csapatbajnokságot az Emtek BMW vezeti 272-vel, aztán Audi Rosberg 211, Mercedes ART 203, BMW RBM 187 és BMW RMG 139. Fel is érkeztek a rajtolásra a srácok. És még egy átok pontversenyt sem mondom. Első BMW 745, második Audi 515, harmadik Mercedes 339, tehát a BMW elég nagy felénnyel vezeti ezt a jó kis csapatbajnokságot. No de, lassan meg is nézhetjük a piros lámpák kialvását, előtte a felgyulladását, illetve pár új versenyzőt is, akik most fognak először az én szempontomban elindulni. Farkas Márton picit jobban jött el, mint Szabó György, és te is rajta, hogy Jaksi Gyula is, igen, György egy picit beragadt, Jaksi Gyula ilyen hátul, Van Deren viszont elég szépet rajtolt, és így el tud húzni. Orbán Tamás bevetődik belső éven, ott picit összekoccan Farkas Márton Szabó Györgyel, hátul pedig semmi probléma, nincsen külső kamerában egészséges, hogy az egészet nézni. 5. hely Farkas Márton, és Kárász Rudolf fejfej mellett, Farkas Márton lesz ez az ív, ha csak nem fékezi el, de csak elfékezi, ne itt Kárász Rudolf belső évre kerül. És most külsőre körbeautózva, de össze is érnek, ez szép volt Kárász Rudolf, jól csinálta. Hátul pedig valaki ott huncutkodik, aki nem más lesz, mint Cséplő Máté. Külső éven, hát ez nem lesz egyszerű, hát nem is jön össze. Viszont László Falviricsi visszavetődik, külső évről László Falvirinek nem lesz meg. Aláfordult, és most a kiostásnak kettőt előz annak köszönhetően, szép volt. Farkas Márton le is sodródik az ívről, és annyi minden történik, hogy nem tudok már mit kommentálni. Ajaj, hát Cséplő Máté külsőjéből a pálya szélén akart előzni, a füvön konkrétan. Ugye ez egy dolog, hogy mit akarunk, mert mi jön össze, hát ez most Cséplőnek annyira nem jött. Na de semmi probléma. Cséplő továbbra is így elszórakozik. Igen, Jaksi gyönyörű rajtjának köszönhetően a második helyen találta magát. Hátrébb pedig többiek jönnek szépen lassan, Sáfrány István esett nagyon hátra. Ott szerintem összeakadtak. A rajtna étve a 40 kilós súlybüntetés, ami cipel, lehet valószínűleg az a hátrány. Na de, vissza előre, ahol is Van Deren vezet, mögötte Jaksi, aki próbál rá tapadni, és azt mondja, hogy hát most ugye Van Derennél a leggyorsabb kör természetesen, mivel egy az tűhalad elől, így a leggyorsabb. Hátrébb is nézhetünk, de sok mindent nem látunk. Ajajajaj! Bognár keve szépet fetődött. Mit ne mondjak. Igen, külső kamerában picit érdekes nézni. Picit szokatlan. Előttük Romvári
nézelődik. Elég szakadt ez a külső kameraállás. Vissza a második helyre, Jaksi megtalálta Fanterem magának, és támadja. Egyelőre nem fog Rüller-re jutni vele, hogy miért az azért nem, mert igazából megpatlant a rázókövön. Összakadt. Szélárnyék az igazából ugyanúgy működik, mint eddig, még talán kicsit jobban is. Jó, na javítsatok ki a tévedek, ez a 2016-os DTM mod, DRF Liga által. Ez szinte biztos. Ez a 14-es? Aha, értem. Ki segített engem Attila ezzel kapcsolatban. Hatodik hely, ahol is László Falvi Kárászt támadja. Jól láttam, akkor Kárász Rudolf az benne van a top 3-ban a bajnokságban. Igen, a negyedik, tehát 10 kilós jobb, mint a Tisztipel. Úgy tudom, hogy 40-30-20-10, ezt láttam a frontversenyben. Van der Ren leggyorsabb kör 1.34-5.66. Ez egy jó egy másodperccel gyorsabb mindenkinél. Egyelőre nyugi van, tehát nem is itt túlzásban a srácok. Meg itt vagyok gyorsan, van egy jó kis hátsó kamera. A hangomot megnyomjuk egyszer, akkor egy gyönyörű hátsó kamerát is kaphatunk. A hátsó kameráról elkapcsolunk, de megint megnyomjuk a hangomot, akkor visszakapjuk a hátsó kamerát. Na, ez tök jó. Be van állítva a hátsó kamera, akkor csak egy home gombot kell nyomni, és kész, ennyi volt, vissza lehet menni. Ez mind szép is, jó? Szóval, ahogy itt vagyunk, és meg is ígértem, beszéljünk az új emberekről, az én szempontomból, természetesen biztosan régen nem mentem már ebbe a ligába, sőt, nem is közvetítettem már régóta. Nézzük is az újakat. Tehát, Van der Ren, aki a futamot vezeti. Most nem tudom, hogy ő milyen nemzetiségű, mert volt már egy ilyen még, amikor annól kezdtem a szimulátorozást, hogy olyan nevű ember, hogy Ben Carroll, aki végül is kidőlti a valóságban Cser Bencének hívnak, tehát nem tudom, hogy Van der Ren most igazából magyar, csak ilyen névvel, vagy esetleg külföldi, név alapján szerintem hollandet. Ha a vezeték nevét, és igazából a keresztnevét, mert ugye külföldieknél pont fordítva van, tehát a keresztnevét nézzük, akkor akár német is lehet. Szóval nem nagyon lehet eldönteni. Fú, hetedik hely. Igen. Tehát Cséptől Máté a hetedik. Nézhetjük őt, ahogy próbálja belenyomni az aszfaltba. László Fávér is itt a kereső sikerrel. Előre kevesebb sikerrel. Sáfrány is sajnos zárkózik fel azért. Szép süllyedt mögött mögött, de Cséptőjékkel maradjunk. Jajjaj! A Lécsiká egy picit elnyomta a gázt, túlságosan is. Kárász Rudolfot ismerem, Jaksi Gyulát ismerem, Szabó György, aki még nekem ilyen újonc. Mert Szabó György, ugye? Nem láttam még Szabó Györgyet versenyezni. A harmadik Szabó György éppen, de nem úgy tűnik, mint aki Jaksit egyelőre támadni tudja, bár Jaksi most korcsolyázik egy kicsit. Kihasítván a kanyarokban. Ó, Sáfrány az jön előre, 12. már. Egész jó amúgy utolsó helyről, viszont 40 kg súlyfelesleg, amit ő cipel. Igazából Cséplőjéken azért maradhatunk végig, mert ezért maradhatnánk végig, a hetediken van. Ja, a Cséplőnek volt egy egész érdekes kiütése ott Interlagosban, hát igazából gyönyörű volt, szerencsétlen nagyon elfékezte. Épp élőben néztem, hogy ott nem volt kommentátor, de ez nem akadályozott meg abban, hogy megnézzem, és láttam Cséplőt, illetve a többieket is. Hát túlnyugi van. Itt Cséplő próbálja a műsort csinálni továbbra is. Aha. Na most Szélnéből. Ez így meg lehet. Ez így meg lehet. Hogyha úgy gyorsulna is valamennyit. Kihúzza. László Falvi. Már Cséplő alá fordul vajon? Picit jobban visszaváltod, mint kellett volna, látszott az autó megcsúszott féktámon. Azt mondja Cséplő, most belülre kéne vágni. Á, nem. Nem. Cséplő belőle vágtam, akkor majd lehet, hogy elvesztettem volna az autója felett az irányítást, ugye beleszállni a másikban meg nem olyan előnyes. Már csak azért, mert ezt a beleszállást eléggé ideges
nagy idegeskedés kísérheti, amellett pedig saját autónk széttörése nem a legjobb módszer arra, hogy futamot nyerjünk. Ettől függetlenül cséplő hajtja László Favit, ahogy csak tudja. Néha a pályán kívül is, de ez ne zavarjon minket. Kárász pedig továbbra is itt csúszkáltunk, a Jaksi csúszkált az elő, most Kárász csúszkál. Ennek az lesz az eredmény, hogy László Favit vagy kiüti, vagy megelőzi. László Favit ismerve inkább megelőzi. Ajjajjú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 jj
László Favi megpörgette a kocsit, és cséplő be is vető, nem, Romvári vetődik be cséplő mellé. Ez egy gyerekes visítozás, mi nem is csináltam, szóval ez nekem is ilyen újdonság volt, hiszen nem tudtam, mit mondjak, mikor László Favi bevágta 360-ba az autót, és úgy döntött, hogy most forgunk. A cséplő nagyon jól elkerült, a cséplő belépett a fékbe, vagy szépen elkerülte. Cséplő szépen elkerülte ezt, ja. Viszont Romvájra kapcsoljunk hetedik helyen, aki most cséplőt méltóztatik megelőzni. Belső íven, ijajaj, össze is kocsannak. De végül is megelőzte, picit letolta a cséplőt. Ettől függetlenül megelőzte. Igen. Így Romvári most elszakadhat. Tehát a bajnokságban éppen nem tudom, hol álló Romvári Bálint, tizedik helyen álló Romvári Bálint. Nyolcadik hely, nyolcadik, Farkas Márton meglátogatta a sóderet egy nagyon picit. És így felérkezik a László Favi, na itt László Favi bevetődik belső ívre, nem lesz meg, túl messze volt. És szerencsére nem ütött ki senkit. Na, Sáfrány már a tizenegyedik. Sáfrányt azért emlegettem ennyit, mert ő vezeti a bajnokságot, aztán most így nem mindegy, hogy melyik helyre jön vissza. Egész szép visszajövet, tehát nyom, mivel az utolsó volt. De a hetedik helyre rajtott nem biztos, de olyan hetedikről rémlik és tizennegyedikként fordult. Tizenegyedik hely, Sáfrány bevetődik, nem hagy helyet neki Bognár Keve. Mondjuk most helyet lehet, hogy helyet kellett volna hagyni, ezt azonban neki nem tette meg. Ettől függetlenül még ugyanúgy támadhatja tovább, mert gyorsabb Sáfrány. Hát igen, egy másodperc volt az előző körben gyorsabb, mint Keve is. Talán most az egyenesben? Hát... 40 kiló ugye hátráltatja az embert. Elő pedig László Faj próbál alakítani egyet. Ami ilyen esetben Farkas Márton megelőzése. Na de most itt visszafele Sáfrány István belső éven maradt. És Bognár kívül tartott ezt, nagyon szépen csináltan, a Sáfrány most kívül tudja tartani, megcsúszik egy picit, nem tudja, alávág gyönyörűen, alávág, külső íven most meg lehet, lehet, hogy meg is lesz, és meg is van. És ez meg is van. Elszakadhat, mind a ketten lekövetik, én most a Bognár lekövette most Sáfrányt. Sáfrány jöhet föl most már végre László Favira. Aki továbbra is próbálja belenyomni a betonba, illetve jelen esetben az aszfaltba Farkas Mártont. Majdnem úgy mondtam, hogy László Falvi magát nyomja bele a betonba, ami elég hülyén hangzik, de hát tőlem ilyenek kitelnek. Igen, elég erőltetik, hát ugye kockáztatni kell. László Falvi hogy előzte meg Farkas Mártont? Már nem is láttam, nem is rájuk néztem, már mindegy. Farkas már olyan volt, hogy a Farkas volt, annyival rövidebbet fékezett volna, hogy simán elment mellette. De mindegy, csak azért nézegetek így előre, mert az első hely nagyon jó jegyben van, viszont cséplőjék annyit megtalálták egymást, tehát hetedik hely, cséplő Máté, Romvári Bárint Kárász Rudolf 3-as. Cséplő megint benne van a buliban, hogy az elején is benne volt. Romvájnak meg cséplőnek nincsen jelenleg büntetése, szóval súlybüntetése. Hát nem tudom, cséplő miért nem vágja bele Romvájt az aszfaltba. De van erre egy egyszerű magyarázat, még pedig az, hogy azon kívül Romvári széljelnyé közik még talán gyorsabb is. Kárász Rudolf előtte. Ah, szépen vette Kárász. Nézd a többieknek. Ha jól tudom, ugyanúgy van itt egy kötelező box kiállása, hogy az előző szezonban volt. Kéne, hogy legyen.
Különben mi értelme van? Ezt majd lassan megnézem, na de Ronvári. Ronvári, reméljük nem vágja ki Kárászt. Mivel nem ismerem ezért, ugye. Ja, majdnem már milliméterekre ott van. Hátsó kamerában lenne gyönyörű, ezt nézni Kárász hátsó kamerájából. De most már mindegy, mert most már külső íven alá fog fordulni. És ennek köszönhetően nem lesz meg. Belevág, úgy van, azt csinálja Ronvári, amire én is gondoltam. És milyen jól csinálta? Hoppá, jön ki, Vandaren ki is jött a boxban. Második helyen van jelenleg. Illetve még az elsőn, most már a második, most már a harmadik. Nézzük. 9. kör, 31 kör is a futam. A két kell kötelezni, tehát elég mindegy. Indult Vandaren vissza a pályára. László Falvi el fog menni, Farkas Márton is el fog menni, szinte biztos, úgy el is megy. Sáfrány is, Bognár Keve is elment, és nézzük Vandarent, ahogy visszazárkózik majd. Gyönyörűen, jaj, Keve, elment. Sáfrány pedig támadja Farkas Márton, a 9. hely, ez most érdekes lesz, Sáfrány pedig a bajnokságot vezeti, innentől kezdve Farkas Márton nagyon könnyen meg kéne előznie, a 40 kg ellenére is. De ez a 40 kiló mégiscsak 40 kiló, tehát az mégsem olyan egyszerű. Oh, jújjúj, hát az nagyon gyönyörűen vette, és le is csúszik Farkas Márton. Hát Sáfrány ezt milyen szépen vette. Külső éven tartja. Ott egy picit összeérnek. Külső év még mindig legpicit megy neki Farkas Márton, itt már nem tud visszavetődni. Hát Farkas helyett Sáfrány, az valami gyönyörű volt. Nagyon szépen vette azt a kanyart. 5. hely vissza Ronvárira, aki most megtaláltam el ját... Na Kárász Rudolfot, mint játszótárs meg is löki. Cséplő pedig ezt kihasználva bejön belső íven, sokkal rövidebbet tud viszont Ronvári fékezni, innentől kezdve ez itt felejtős. És Cséplő pedig marad hátul továbbra is. Vandaren pedig átrágta magát Bognár Kevén. De nézzük csak. Oj! A mi volt? Farkas Márton nézte egy picit a kanyart, és Vandaren jön fel már a 9. Külső híven, de már külső híven. Külső híven simán megcsinálja, bár Vandarennek nincsen súlybüntetése. Szóval ő a lenni a besélyese most ennek a futamnak a megnyerésére, hiába is Sáfrány vezeti a pontversenyt. Azért halkulok el így néha. Mivel nem csak egy levegőt veszek, hanem hogy nézem a szabályozatot, hogy akkor most hány box kötelezőnek hány nem. Ezt így tudod? Igen, akkor egy box kötelező. És akkor az képest Vandaren eléggé korán jött ki. Ez marha jó. Most nézd az igaz szabályzatot. Ez rohadt jó. Egy box kiállás tankolása kejtsével kötelező. Ez megvan. Utána ez a kedvenc mondatom. Gumitípus nem kötelező váltani. Zárójel nincs is másik. Tehát ez jó. Ez jó volt. Igen. Ez aki írta a szabályzatomnak plusz pont a bajnokságban. Nem a bajnokságban, akkor meg plusz pont valahova. De ez marha jó. Hát igen, tehát Vandaren eléggé korán volt kint, nem tudom mire föl. De lehetséges, hogy nem kopik annyit a gumi ahhoz, hogy ennyire korán kijöjjön. 6. hely, ugye megint Cséplő Máté, a szakásos műsorszolgáltatónk. Továbbra is Ronvárival próbál játszadozni. Érve nem Ronvárival, hanem Kárász Rudolfa, még Ronvárit mondtam. Mindig Kárász Rudolfa próbál eljátszogatni. Ronvári mind a kettőjükön túljutott már. Kárász driftelésre veszi a figurát, továbbra sem érdemes kanyarodás közben visszaváltani drasztikusan. A Cséplő Máté fölfele. Nem. Nem is megy széljelnékba. Lecsúszik, lecsúszik, most van Cséplőnek nagy esélye. Külső ív, jaj, be is rángatja egy picit az autót. Ó, jaj, Kárász Rudolf megint keresztbe vágja az autót.
Ez ilyen jó taktika lehet arra, hogy ne előzze meg. Biztos vagyok benne, hogy ez működő. Itt. Panda 1.35 egyet ment az előző körében. Szabogyó, hogy 1.37 4.83-at, na. Az nem rossz. Azt szerintem azért be fog látogatni a boxba. Szabó György. Nem, majd a következő körben maximum. Vagy csak alapból ilyen lassú volt most? Alapból ilyen lassú volt most valamiért, na mindegy, nem tudom mi lehet. Aha, nem, fogalmam sincs. 1.38.0, 1.38.4. Más, harmadik elévő Orbán Tamás már 1.37-et megy. Panderen pedig 1.36-et, na. Durva, oj, cséplő, ez szép volt, de túlcsúszik. Utolsóban bebrántotta az autót, csak elfelejtett közben fékezni. Panderen meg is jött. Szabó György nincs annyira messze Panderentől. Szabó Györgyék most járnak a sikánnál fönn, Panderen pedig a Mansellben van. Most vagy ennyire gyors a srác, vagy ennyire rövid a box. Na cséplő, cséplő. Na, nem. Na, jaj, átvágja a kanyart, le is csúszik. Panderent föl kell tartania, muszáj föltartania, hogy a Szabó Gyuriék azt akarják, hogy futamot nyerhessenek, de Fander egyszer sokkal gyorsabb cséplőnél. Külső ív, és most belső, megvan, meg lesz, igen. Szinte nem volt kérdés, hogy itt most mi lesz a kimenetele a csatának. Hát Kárászudolf is valószínűleg hasonló sorst fog várni. Györgyék nem jönnek még mindig a boxba. Ők, nem tudom, Fanderen mi volt ilyen hamarkint. 9. körben, hát az úgy menő, mert 31 körös a futam, 15-be kijönnének Szabó Gyuriék. Akkor a felénél járnak, az meg mondjuk ugye egész tűrhetően. Na, Kárászt itt most be is darálja. Úgy, ahogy van. Kérdés nélkül. Ajajajajajaj, igen. Felsz próbált motorféket használva hamarabb fékezni, vagy később fékezni. Ebben egy jó kis megcsúszás lett. 35-8! 35-8! Hát ez már két másodperc a gyorsabb Panderen körönként. Egy Szabó Gyuriék, az mi? Itt a Mansellben, Gyurék pedig a visszafordító előtt most már. Most már nem is a visszafordítóban vannak. Hát ebben csúnya alázás lesz a végén. Innentől kezdve ez... Hát a Fanderen nem rontotta el. Hát nagyon korán volt kint. Ezt nem értem igazából, hogy miért ment ilyen korán ki. 9. helyre ugorjunk, az Éllovas, illetve Farkas Márton nagy küzdelme, de ők már szerintem mióta csinálják. Elég régóta csinálhatják, mert még rémlik, hogy annó ezt csinálták, ezt a csatát. Na, Robiék, vagy Gyuriék, nem Robiék. Hoppá, Györgyel mi történt? Szabó Györgyel mi lett? Nem, meghűlt az R-faktor. Igen, Szabó Györgyel vezet, meghűlt az R-faktor. Panderent már a 4. helyre írtam, mondom, hogy a Orbán Tamás hova tűnt, aztán így kiderült, hogy ugyanott van, csak huncut a program. Aha! És akkor nézzünk egy kis Sáfrány Istvánt. Meg egy Farkas Mártont, de... Nem történik semmi, ezzel kap 12. hely, László Falvi Ricsi. És mostani játszótársa kis Levi. Nem tud senki gyorsabb lenni a másiknál. Beren a Mansellben. György meg kifele a két kanyarra, a későbbi kanyarból. Hát az... Aha! Már látja, mert Van Beren látja már ott elől a vezetőket. Igen, a Hungaroringen nehéz előzni ezt. Szinte mindenki tudja,
Kérdés az, hogy benne ezt a többiek is tudják-e. Ott Kárász szélesített egy kicsit. Ötödik hely. Azért ötödik hely, mert itt van a legnagyobb esély az előzésnek. Valahogy is Ron várja most próbálja a Fenderint feltartóztatni. Egy könnyed két másodpercet kapott a legutóbbi körbe. Most egy jó kis szélárnyék. Maradjunk is rajtuk, mert ez egy érdekes csata lesz szerintem. Befékez mellé, külső íven, ha meg tudná csinálni, de nem. Hát Romvárival fiam, ezt a nem fogod megcsinálni. A pálya széléről meg nem előzünk, szóval visszanéz, ki ne üsd már szegényt. Megint külső ív, gyönyörű. Nem, ez így nem lesz jó. Nem, jó. Szerencsétlen Fandelen, annyival gyorsabb, mint Romvári Bálint, hogy mindjárt lelöki a pályáról. Na most Bálint azt, amilyen sebességkülönbsége érkezik, meg jújjúj. Hoppá! Romvári! Hát ott összeértek annyiszor, hogy kiforgatták egymást. És így Romvári akkor forgatt egyet. Előre pedig minden marad változatlanul. Hát, sejtettem, hogy valami ilyesmi lesz. Annyira letolta a pályára. Most Romvári visszatérhet a kedvenc játszótársai mögé, Kárászra és Cséplőre. Nem vágom, hogy Cséplő még hogy van mindig ott Kárász mögött. De nagyjából futtam elejé óta ott van, tehát igazából ez nem egy special thing. Fandaren! Negyedik hely! Hát csak eldobta! Kigyorsításon, jaj, ne menj vissza! Romvári meg is kapta a maga kiengesztelését. Aki jön ki a boxba. Ja, mert neki ment annak a izének, neki ment annak a falnak, és Fandaren is jön ki a boxba, mert ő is lebontotta az autónak az elejét. Nagy Cséplő végre próbálkozzik. Ötödik hely, Kárász meg felszorítja a falra. Második hely! Megelőzte Szabó György. Jaksi Gyulát, illetve nem előztem, mert ott volt mindig is előtte. Az első évfélévű csata egy picit fontosabb, már elnézést kérek mindenkitől. Ahhoz képest, hogy Fandaren meg Romvári törik az autót, ahhoz képest meg Jaksi éppen megcsapkodja Szabó Gyulit. Na, a László Fam is kint volt a boxban, neki viszont ez egy tervezett box kiállás volt. Na Jaksi, mire mész te Szabó Gyurival? Na, és Cséplő megelőzte Kárász közben. Na, végre. Hogy elnézem, szerintem ki fognak jönni a boxba, igen. Nagyon úgy tűnik, hogy Szabó kivételével jönni fognak ki a boxba. Kárász viszont... Talán ő is? Nem tud mi. Na szóval, ha minden igaz, a számításaim pontosak, akkor... Most fognak jönni a boxba, páran. Na, Szabó Gyuri maradni fog. Ugye? Igen. Jaksi jön ki, akkor Orbán Tomi is jön ki, akkor Cséplő is ki fog jönni, és Kárász is mögötte. Kárász, ajjaj, és is szégyenesen vette, ajjaj, Kárász jön be a boxba, ő is. Igen. Fék. Megáll. A Orbán elindult, és Jaksi is elindult, mert Jaksi valami veszít a pozíciót. Ott elment, aztán László Favja ki... Nem? Nem László, ez ki volt az a sárga autó? Az Farkas Márton volt, ő nem volt még kint a boxban. Jaksi visszajött Farkas elé. Örülhet, hogy nem ragadt be mögé. Ötödik hely, ahol is Orbán Tamás, Bognár keve. Bognár még mindig nem volt kint a boxban, talán most fog majd kivenni. Orbán Tamás viszont a friss gumikkal talán már is át tudja hámozni magát rajta. Fandaren pedig úgy, hogy darabokat törte az autóját a saját hibájában. Aztán meg az ő a saját hibájában megint Romváriét is. Visszajött elég hátulra. Na de! Orbán Tamás! Mit tud kezdeni? Bognár kevével, aki még nem volt kint a boxban. Viszont eléggé csúszkál.
friss gumikkal, amelynek akkor előnye van vele szemben, hogy az csak na. Kis levése nagyon úgy tűnik, hogy volt kint a boxban. Na de lehet, hogy csak rosszul számolok, ebben magam most fog, juhu! Hogy megérkezik Orbán, szép. Milliméter volt, hogy nem vágta telibe. Igen, most fog jönni Bognár a boxba. Igen, már semmi tapadása nincs szegénynek. Szépen fékez. Próbál úgy kigyorsítani, hogy ne verje telibe a falat. Igen, az Farkas Márton lesz a lőtte. Farkas Márton pedig indul és telibe nyomja hátulról kevét. Farkas Márton vajon hova jön vissza? Farkas Márton vajon hova jön vissza? 9. hely. Igen. Pandaren elé. Stuart Norbert Kristoly pedig magák egymásra találtak. Csépli a mindenig az volt már kint a boxba. És 1.34.8-at futott, hát Csépli a leggyorsabb kör, hát ilyen nincs. És igazából van, de Csépli ezt nagyon szépen összerakta. 1.34.8 a leggyorsabb. Szabó Györgynek pedig most kéne valahogy majd Gyaksi Gyulát megelőzni. De most jött vissza a boxból. Kicsit kapcsoljunk Szabó Györgyre, csak úgy a rendkedvéért. És meglátjuk, hogy pont akkora távolságra van előtte. Gyaksi Gyula. De mivel meguntam őket, ezért gyerünk hátra. Szerintem Van Darenre, aki nem mutatta, hogyan is kell összetörni a rivális, illetve a saját autóját is egy kör alatt. És most megmutatja azt, hogy előzzük a KS Tudósúlyok Norbert Farkas Márton triót egy húzásra. Vagyis már csak Kislevi nélkül, meg Kislevi úgy döntött, hogy meglátta Van Darent, és úgy döntött, hogy hagyjuk a fenébe az egészet, nehogy már engem is kivágjon. De nem bántjuk, mert amúgy Van Daren gyors. És hát pont annyira gyors, hogy szintén egy hármas előzésbe mutat két emberen. Farkas Márton túlcsúszik, Sülyottava nem gyorsít ki jól, hárman mennek egymás mellett Van Daren telibe nyomni a súlyokat, aki telibe nyomja Farkast, és nem történik semmi, kéve az, hogy Van Daren most már a tükré próbál lekapni szegény súlyok Norbinak. Egész jó ez a csata. Kíváncsi vagyok, hogy a következő könyvet ki csinálja meg a legjobb. Ajjaj, hát! Ez egy... Most Van Daren csinált egy Cséplő Máté gyakorlatilag. Ugyanazt megcsinálta, mint Cséplő Máté Brazíliába. Hát Van Daren álmafutása az most már kezd egy picit sok lenni. Semmi probléma. Még mindig ott van ott a Farkas Márton. Hát ha őt kiüti, akkor szerintem azért nagyobb szidást fog kapni. A Farkas Márton azért... tud ideges lenni. De Farkas Márton is ez egy kultúrát kereteken belül. Na de ha már szegény Súlyok Norbertet most megsirattuk, akkor nézzük a 11. helyen László Favilicsit, hogy próbálja ő is lenyomni súlyokat. Hát ő egy picit gyengédebben nyomja le, mint Van Daren. Van Daren az megint jön a boxba vajon? Nem. Most talán nagyon nem sérült az autója meg, hogy hívják, hogy jöjjön. 1.34.8 a cséplét, arra is a leggyorsabb kör, az egész szép. Súlyok Norbert viszont jön ki a boxba, mivel szerintem, amikor neki vágta magát a falnak, akkor úgy szakadt le a lökhárító, ahogy volt. Azzal nem is egyszerűséggel, gyorsasággal. Na egy 10 másodperces box kiállás, így néz ki Súlyok Norbert szemszögéből, 12. helyen. Még mindig áll, na most indul is. Tehát... talán Tóth Péter előtt tud maradni, az se biztos. Hát... annyit mondok, hogy szoros lesz. Tóth Péter jön 1000-rel, Súlyok Norbert nem megy 1000-rel. Tóth Péter befékez, Súlyok Norbert mellett pedig elmegy. Norbert az utolsó, a 10. helyről, hát ez... Ted, de... sajnos segítettek neki.
Vissza az élmezőre, 1.35-4-et ment, és a második helyre kapcsoljunk Szabó Györgyre, aki Jaksi Gyulát nyomja le a pályáról. Jaksi Gyulának azért két szezonnal ezelőtt is voltak pillanatai, ahol el tudott bukni egy futamot. Mondjuk volt egy a saját hibájában, volt, hogy kiütötték, olyan is volt, hogy csak az interneten ment el. Na de most egy férfi azt testelni csatában megmutathatja, hogy Szabó György ellen mit tud. Egyelőre a szokásos belsővére húzódok és védekezek taktikát használja, és nagyon szépen hagy helyet Szabó Györgynek. Na, ezt nem láthattuk mindig a mezőnyben, ezen a futamon sem, meg amúgy se. Ajja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 jj
végtább volt, és így elnyúlt újabb egy mások perc, hogy kezdheti előről felépíteni. Hát Szabó Györgynek nem most kéne kiütnie riválisát. Ezet jelentés az éllovasról, se a fenyiskán a 9. Tehát nem sikerült feljebb kerülnie. Na, vissza a második helyre Szabó Györgyre. Na? Most talán széljárnyékozott egy kicsit. Szabó György... Nekem újonc. Nem is rémlik, hogy nyert eddig futamot. Lehet, hogy nyert, de mivel én most vagyok itt először, ezért én nem tudom. Tiflő Máté mióta megfutotta azt a nagyon jó körét, azóta nem nagyon csinál. Egyebet gyors körök tekintetében a külsőről megint? Akkor tudná Szabó körbeautózni nyaksit, hogyha egy jó 6 méterrel későbbi féktávot venne, de nem bír megállni akkor az autó. Na nézzük! Na nézzük! Belső ív? Miért nem védi nyaksi a belső ív? Ez egy nagy hiba volt tőle, de pont annyira terel le, hogy ne tudjon semmit se kezdeni, de mindketten lesúsznak. Most jobban gyorsít ki. Jaksi megint belső íven van, de Szabó Györgynek egyszerűen jobb a kocsi. László Fajn pedig kiesik, összetörte, és nagyon szépen megelőzte Szabó György Jaksi telibe. Megy neki Szabó Gyuri ez a pozíció, de nem. De igazából az övé. László Fajn pedig széttörte a kocsit és kiesett. Ajjúj! Nagyon szépeket csúszkálnak. De innentől kezdve... Hát igen, László Fabinak eltörött az autója. Van, de Arénnek meg sérült az autója neki is, tehát 1.35-eket tud autózni, ez ilyen Cséplő Máté tempó. Sőt, 1.35-6-ot megy Cséplő, tehát... Innentől kezdve... Van, de Arén már a 3-as kilökés után is bukta. 3-as kilökés majd először Bálintot, aztán magát, aztán meg Norbit lött ki. Semmi probléma nincs ezzel, azon kívül, hogy nekik igazán van problémájuk velük. Kárász Rudolf is Rombári Bálint még sem foglalkozva a pálya szélével. Igaz, szélesítik ki azt a kanyart. De úgy mindenki szélesíti azt a kanyart, tehát igazából ezért nem hinném, hogy büntetés fog járni. De ha mindenkit megbüntetünk, akkor ugyanaz lesz a sorrend. Meg is nézem, kik a teljes újoncok gyorsan, mert megnézem az LB pont eredményeket. Kellett azért 10 percet rájöjjek, hogy mi az LB, de hát rájöttem. Csak a legjobb barát, amire most gondolok. És Súlyok Norbert 13. hely. Egyel nem sokkal megy Petivel. Aki nem szerzett még pontot. Szabó György nem szerzett még pontot, aki úgy tűnik, hogy egy újonc. Hát nem annyira újonc, igazából az összes futamot kiadta, és most egy győzelemmel nyithat, hát az egész cuki eredmény lenne. Na Norbi! Belső ív? Na, nem, hát alig gyorsabb az autója. Nem. Nem. Tóth Peti ezt eddig kivédi. Na most Norbi szélárnyékba kéne menni. Jobbra. Úgy. De most már mindegy. Később féktával talán megoldható picit laggolnak. Pingelnek.
Nem. Hát ez itt nem fog menni. Nem mindegy. Nézzük csak, hol van ez a... Hol van Mr. Thunderen a pont versenyben? Norbi? Norbi. Volt. Ment. Volna. De nem ment. Jó, nézzük csak. Szabó György. Sipos. Sipos Tamáson mit sem lepődünk meg, hogy elkezdett egy újabb ligával és erre futamas jött el. Vagy az összes többire se. Nem probléma. Na, súlyok, Norbi bevetődik, és de ki is meg is pördül. Hát majd legközelebb meg lehet, most egyelőre szállítasztott fel újra. Hatodik hely, kell lesz Udolfra kapcsoljunk, Rombári Bálintanom őt, te! Továbbra sem találom. Hát Fandaren olyannyira bent van a bajnokságban, hogy fel sincs írva a pontversenybe. Nem rossz. Kiszállt! Ja tényleg! Ja tényleg, igen, most már megvan, hát... Kiszállt, ja, egy futam után. Az a nagyszerű angoljával. Igaz. Milyen ismerős nevek vannak itt? Ura, hogy Jaksi Gyula nem vezeti a bajnokságot, mert az valószínűleg a... Az 1, 2, 3, 4, 5, 6 bejelentett hiányzásnak köszönhető. Oj! Fandaren megforgat. És szerintem most fog kiállni. Bognár Kevenem akarja megelőzni. Nem is tudja. Na szóval, hol tartottunk? Ja, igen. Van egy ilyen újdonság az oldalon. Méghozzá van egy átlag. A pontok átlaga. Mi volt? Ja igen, vannak lagok. Ötödik hely. Romvári. Cséplő. Cséplő és Romvári mezőfutamon találkoztak. Annyi kérésem lenne a ligavezető felé, vagy aki csinálja a pontversenyt, hogy... Jaj! Kiesik a telefon a kezemből. Tehát annyi kérésem, hogy nagyon szép és jó, hogy az átlag az meg van határozva. Viszont kérem, hogy ha már Excelben van megcsinálva, akkor egy tizedes egyre kerekítsen, és ne hatra. De mindenhol. Illetve... Akinek... Netalántán nincsenek pontjai. Azt... Az átlag függvénnyel ne osszam már el, kérem, mert az olyan, nem néz ki olyan jól, hogy kettős kell ez zéro osztó a táblázatban. Én nem tudtam, hogy Excelből van, hogy ha olyan átlag van, tehát hogyha a nullának az átlagát veszük, az általában nem nulla lesz, hanem zéro osztó. Tehát nullának ne vegyük már, kérem szépen, az átlagát. Most lehet, hogy csak egy hülyén fog kinézni. Tehát akkor Romvári is séplő vissza. Most a 26. Szabó György halad az első utamgyőzelme felé egyből egyre. Jaj. Szóval pontosan itt. Picit ránéztem még a weboldalra, azért nem beszéltem most. No problemo. Mi ez a Hungaroringi futam? 7,5 per 10 egyelőre, én azt mondom. Mondjuk ezek a csaták jók voltak az elején, meg a pörgések is jók voltak az elején, meg Fandarennek a kamikáze módszere is jók voltak.
Na jó, van, akkor Ronvári most cséplőt veri meg. De nagyon. Aláfordul, ez egy klasszikus módszer. Innen is látszik, hogy Ronvári nem valami kezdőember. Vagy ilyeneket tud. És meg is fogja előzni cséplőt, ha minden igaz. Cséplő belül, éppen kívül van. Ronvári is kisodlódik, de az nem probléma. Meg is előzi cséplőt, hogy azt kell. És innentől kezdve mondhatjuk azt, hogy unatkozhatnánk, de nem mondjuk, mivel egyelőre cséplő vissza fog támadni. És visszatámadna. De nem támad. Jaj. Jaj. Ha nézzük majd a kedves DTM szuperléges versenyzők vissza a live-ot. Srácok, mondjátok már meg, hogy most itt szenvedjek-e még ez a kommentálással nektek, vagy ne. Hát tetszik-e nektek, amit mondok, vagy nem tetszik, vagy milyen a hangom, a mikrofon milyen, igazából tök mindegy. Kösz. Jó van a film. Na, a cséplő Mátéat most elment bukótérbe. Mi egymás hangját kitárgyaltuk. Kárász Rudolf érkezne meg. Azért csak érkezne, mert még már három nincs ott. És a mostani körből úgy tűnik, hogy nem is fog megérkezni szegény Mátéra. Máté viszont talán megérkezt egy picit jobban Lombárira. Hát Szabó Gyöngy pedig úgy halad el Jaksi Gyulától, mint az kötelező lenne. Tehát már lassan egy jó 2,5-3 másodperces előny már birtokol is. Oldalon van egy ilyen setup iskola, na, tök jó. Road to how to setup. Igazából itt leírja, hogy mi mire való, tehát hogy ez a hasmagasság, ez a felfüggesztés. Mert azt nem írja le, hogy ha negatív vagy pozitív értékbe állítjuk, akkor ez mit csinál az autón, de hát ezt ki kell tapasztalni. Mindenki örüljön neki, vagy legalább van egy ilyen. És milyen kedvesek van egy setup készítési tutoriál billentyűzetes versenyzőknek is, na ez már egy helyen egy pozitív, szóval az oldal szerkesztőjének küldöm gratulációmat ezzel kapcsolatban, hogy ennyire gondol. És amellett, hogy ezek megvannak, a vezetési alapokat is leírja, tehát aki nem elég ezt a szimulátorozást, és ne talán ebben a ligában kezdeni el a pályafutását, annak még egy jó kis vezetési alapokat is nyújt, mi ez a gyors kanyar, mi ez a 90 fokos S-kanyar, hajtókanyar, két csúcsos, egyenletes sugarú. Tehát az egyenletes sugarút én visszafordítónak mondanám. Bár nekem a hajtókanyar meg a visszafordító, illetve az egyenletes sugarú tök ugyanaz. Szűkülő kanyar pedig az, amit, hogyha most tudom, hogy nem tart senki segényt arra, hogy felvilágosítson kanyarokból, de azért mégis megteszem. Tehát a szűkülő kanyar amúgy nagyobb szívás, mint a nyitó kanyar. Nyitó kanyar sokkal könnyebb, bár nyitó kanyar nincs annyira sok a pályákon, tehát nem találkozhatsz annyi nyitó kanyar a pályákon, mint ahogy gondolnád. Eleme szűkülő kanyar, igen, és nagyon faszán el lehet fékezni az így belső kereket. Tovább lehet menni egyenesen. Cséplő Máté pedig utalért a Ronvári Bálintot, mert ez egy jó nagy meglepetés számomra. Már nem azért, mert hogy Cséplő Mátéról van szó, hanem azért, mert utalérte. És nem kell arra asszociálni, hogy lassabb vagy gyorsabb. Azt hittem, hogy nem fogjuk utalérni az időkből. Hát igen. És jobb is a kigyorsítása. Egy jó kis szélárnyékos megmozdulás most nem ártam a séplőtől. Egy jó kigyorsítással fűszerezve. Hát igen, nem lenne egy hátrány. Ha megelőzi Rombáit és előtte is marad, akkor hát az szép.
Na most a szél árnyék? Ha? Aha, miért nem védi a belső ívet? Na most kihúzta Romvári nagy séplő külső ívről. Nem? Lecsúszik. Vagy milyen szép lett volna. Ezt jól csinált a séplő. Ójjajjaj, Romvári már nem darult, hogy nagyon csúszkál már ide-oda. Séplő belső íven nincs hely, ne üsd, kérlek. Kár, azt tudod, pedig jön vissza. Séplő az nem kamikáze. Azt tudom. Tehát nem kéne kivágni szegény Bálintot. Bár a jelenítet nem is fogja, tehát... Séplő most, most azon kívül, hogy... Én tárakozom, megcsinálta, attól még itt... Jaj, épp most mondtam, hogy Séplő nem csinál ilyet. Hát ez egy nagyon csúnya elfékezés volt, telibe is nyomta oldalról. Szegény... Romvárit. És Kárászló felé megérkezett Séplő Mátéba bele. Hát újságba telefonálta. Hátulra, hogy ez eszméletlen szép gyönyörű volt. De most Séplő megint belső ív. Nem. Már megint nem. Elfékezi Romvári, és most Séplő meg fogja csinálni. Most Séplő el kéne lógni a baknyába, hogy Romvári ne tudjon visszavetődni. Romvári sokkal erősebb pozícióban van Séplő külsőről. Mit tud csinálni? Egyelőre meg tudja tartani. Nagyon jól csinálja Romvári vissza külső íven. Nem lesz meg Romvárinak ez. Kárász Rudolfnak pedig talán meg lehet, miközben Szabó Gyurék megkezdik az utolsó kört. Hát most Csépülőt lesz. De Csépülőnek most felt helyzetben van, eléggé miért húzza ki külső ívre. Ajjak, csúszik már megint. Romvári most be fog kerülni belső ívre, Kárász Rudolf már ott van alapból belső íven. Ő hagyja, ő akkor most mozzik egyet ott elől. Puff, aj, kiforgatja Romvárit, Kárász. Vissza is engedi. Vissza kéne engedni, még akadályozza is egy kicsit. Kárász most elveszi a gázt szépen. És gyakorlatilag Kárász megnyerte a Cséplőnek a negyedik helyet. És a Cséplő magának csatázta ki. Első helyre kapcsoljunk még hozzá Szabó Györgyre. Amiért megnyeri ezt a futamot. És de amúgy le van írva pontosan, hogy mi mire való. Itt a kanyarok alatt, tehát visszavonom ezt a feltételezésmet, hogy nem. És akkor jön Szabó György. Aki megnyeri a futamot, és mögötte Jaksi Gyülevén a második helyen. Hát Szabó György egyből egy, tehát egy futamon indult egyet nyert, Orbán Tamás a harmadik helyen, Csépülő Máté, akinek fél Kárász Rudolf, félig meg maga Csépülő Máté nyert meg a negyedik helyet, lesz a negyedik, ez egy nagyon király eredmény tőle, Romvári Bálint az ötödik, Kárász Rudolf hatodik, Farkas Márton a hetedik, aztán meg jól kivagdossák egymás zsűrűen, Stáfrány is az előadás, hogy a nyolcadik helyen, 40 kilóhoz képest szerintem az nem olyan rossz, Bognár Keve lesz a 9. most érkezik. Szépen lassan. Ja. Elég lassan. Na? Megkocogunk? Jó van. Kis Levi épp, hogy... Nem előzte meg, Súlyok Norbert 11. Vanderen közben kiesett, és teljesen lépett a ligából, ahogy az később kiderült. Súlyok Norbert 11, Tóth Péter pedig a 12. helyen jön, és akkor biztos kapcsolatunk Szabó Györgyre, közben Vanderen és László Favi Vici estek ki, és nézzük Szabó Györgyet, ahogy pörök körbe-körbe. Hát, most igazából megköszönöm én is, illetve Attila is a figyelmet, hogy néztetek minket. A következőt már amúgy élőbe tervezzük leadni, nem így felvételről, így felvételről én nem szeretem. De hát, hogy az kit érdekel, hogy én mit szeretek le kell adni, és kész. Szóval ennyi lettünk volna mára. Köszönjük szépen a figyelmet, viszont hallásra, viszont látásra. Sziasztok!